Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, teli hold, december 8-án. A nap és a hold szemben áll. Az indiai asztrológia szerint a hold a bika jegyében, a nap pedig a skorpión jegyében. Itt tükröződik valami, érzelmekről van szó, a biztonság érzetéről. Azon kívül ez a teli hold a bika jegyében utal az anyagiakra is, az anyagi biztonságra. Ezen a napon, amikor ez a teli hold van, tehát december 8-án, a hold az ott van Mars bolygó előtt, és Mars bolygó nem látható az égen. Persze, a hold gyorsan mozog, eltávolodik Mars bolygótól, és Mars bolygó újra látható lesz. Ez kihat az élet erőnkre, hogy ezen a teli hold napon mások nem vesznek észre bennünket, vagy jó lenne egy kis pihenés, a nyugalom. De Mars bolygó jelenti a férfiakat is, és az arra utal, hogy 8-án a férfiak nem láthatóak, valamit eltitkolnak, vagy nagyon visszahúzódóak, de utána nyitottak lesznek érzelmekről beszélni. A hold hatása alatt érzelmekről van szó, gyakran anyai témákról is. Tehát ez is a középpontban áll. Tehát 8-án nincs láthatóvá valami, de ha a hold már eltávolodott Mars bolygótól, ha elmúlt ez a teli hold, akkor a nap megvilágítja Mars bolygót, hiszen egy opozícióban állnak Mars és a nap, szemben vannak, és itt tükröződik valami különösen, ami a férfiakat illeti. Miután elmúlt ez a teli hold, akkor elkezdődik az a hold fázis, amikor a hold csökken. Veszít a fényéből, az energiájából valamit. Közeledik az új hold naphoz, ami 23-án lesz. És december 23-án, ezen az új hold napon, akkor a nap és a hold találkozni fog. Mégpedig az asztronómia szerint a kígyó tartó csillagképpen találkoznak. Ez a kígyó tartó a görög mitológiában nem más, mint Asklépiosz, az égi orvos. Itt gyógyító erőről van szó, vagy erről a hivatásról. Az azt jelenti számunkra, ha elmúlik ez a teli hold nap, a hold közeledik ehhez a kígyó tartóhoz, ehhez a gyógyító erőhöz. Ha a betegségekről van szó, akkor az érezhető lesz majd, hogy itt lesz gyógyulás, hiszen meg lesz ez az energia. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!